Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hatodik tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Elvesztette pálya előnyét az MTK-val szemben a Nyíregyháza Blue Sharks. 10 sportág múltját bemutató sportmúzeum nyílt Szavasváriban. 2 ezüstöt nyert a felnőtt országos bajnokságon Szurovcsák Ivett. Hivatalosan is bemutatták a Spari új trénerét Dajka Lászlót. Közel 1000-en rázták fel magukat az újfehértói sportnapon. Hatodik tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese 3-0-ra verte az Alegerszeget, és továbbra is a feljutás jelentő második helyen áll a tabellán. Ez a mérkőzés teljesen sima volt. Én azt gondolom, annak ellenére, hogy a mérkőzés eleje nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, nagyon defenzívre álltak föl az alegerszegiek. Majd 20 perc után én úgy érzem átvettük a ritmust, megtaláltuk az ellenszerüket, kicsit szerkezetben is alakultunk, és a gól után teljesen a miénk volt, úgy érzem. Szünet után már azt a rendszert játszottuk, amit kellett, megkívánt az ellenfél, és hát olyan fölényt alakítottunk ki, amelyben időkérdése volt, hogy mikor szerezzük meg a második mennyugtató gólt. Majd jött a harmadik is, és úgy érzem, hogy ez egy olyan siker volt, amire a következő hétfordulóra lehet alapozni. Mennyire biztató jövőt tekintve, hogy szerzett gólt csatár, középpályás és védő is? Volt olyan időszak, amikor csak a védők szereztek, volt, amikor csak a csatárok, most már mindkettő, és hát ez nagyon biztató tud lenni. Van már több olyan játékosunk, aki gólképes. Én továbbra is az egységben látom az erőnket, illetve nagyon fontos, hogy ebben az osztályban mindenki képes kellemetlenkedni, bárki megvered bárkit, most is mondhatjuk. És az akarati tényezők azok, illetve a motivációs bázisunk rendkívül magas, érezhető volt a mai meccsen, és hogyha ennyire akarják a játékosok, a képességek mellett szólnak, akkor ilyen sikerek ki tudnak jönni. Nagyon fontos, hogy azért a pályánk lényegesen jobb, mint a korábbi időszakban, hatalmasat javult, és ez a mi játékunknak fekszik, és ez remélem, hogy ma is látható volt időnként. 7 forduló van még hát, viszont jön egy olyan 8 nap vasárnaptól vasárnapig, amiben lesz egy Mosonmagyaróvári utazásán a legtávolabbi ellenfél, egy hazai is jófokáni meccs és a Nyíregyháza elleni presztis mérkőzés. Ez a 3 forduló eldöntheti esetleg azt, hogy hol végez a bajnokság végén a Várda? Azt gondolom nem, mert az ellenfeleinek, vagy a riválisainak is ugyanez a sorozat meg lesz. Nagyon nehéz a Mosonmagyaróvár ellen játszani. Ráadásul 500 km kell utaznunk, és 3 nap múlva játszunk itt a Siófokán, tehát ez egy értékmérő és nagyon nehéz túra lesz, de hát bő a keretünk, úgy ahogy eddig, most is bőven fogunk majd cserélni, rotálni, és hát a Nyíregyháza ellen pedig bármi lehet, de ugyanígy játszanak még a Nyíregyházával a többiek is, játszik a Békés Csaba és a Puskás is. Én úgy gondolom, hogy ez a hétforduló, ez még nagyon soknak tűnik, nem kell előre gondolni. Minden mérkőzésre úgy kell készülni, mint a mostani, és meglátjuk, milyen ki belőle. Ha csak az eredmény nézzük, akkor nagyon magabiztos 3-0 győzelmet aratott a Kisvárda, úgyhogy az Alegersznek is voltak azért helyzetei. Volt ennyi különbség a két csapat között, amit a végeredmény mutat? Hát a mérkőzés nem úgy kezdtük, hogy ilyen lesz a vége. Azt gondolom, 3 olyan komoly helyzetet hagytunk ki, amiből bármelyikbe mehet, akkor kicsit szorosabb és nehezebbé, még nehezebbé tesszük a hazaiknak a dolgát. Sajnos mi kihagyjuk ezeket, az ellenfél az első beadás után a rajt, amikor üresen marad, befejeli. Ez a különbség talán a támadók között, meg a helyezéseink között, hogy a Kisvárda csatári az elsőt berúgják, nekünk pedig sok-sok helyzet kell minden mérkőzésen ahhoz, hogy gólt rúgjunk. Az Alegerszeg egy olyan csapat, aminek nagyon komoly múltja van, a vonalbeli múltja is, milyen a jövője? Jelen egyelőre az, hogy tele vagyunk fiatalokkal, és ez nem mentség nyilván, ez egy nagyon-nagyon nehéz és sok buktatóval járó út. A mostani helyezésünk az nem annyira fényes, sőt azt mondhatnám, hogy nagyon rossz. De biztos vagyok benne, hogy nyártól egy átalakul a csapat, és akkor a játékosaink, akik ilyen fiatalok rutint szereznek, a mi fiataljaink azok most 98-osok, akik jövőre kötelező korosztály lesz, tehát egy picit előre ment a klub ennek, úgyhogy bízom benne, hogy ennél azért sokkal jobban fog szerepelni jövőre a klub, aztán bízom benne, hogy a feljutásért fog harcolni. A 3-0-ás eredmény tekintve magabiztos sima győzelmet aratott a Kisvárda az Alegerszeg ellen, belülről milyen volt ez a mérkőzés? Hát belülről úgy éreztem, hogy a kezdetektől kezdve igazából nagyon nehéz volt, mert nem erre készültünk, hogy 5 védős rendszert játszanak, de hál' Istennek, ahogy telt múlt az idő, egy jó beadást Ralci Peti hál' Istennek értékesített, és onnantól kezdve már könnyebb dolgunk volt. A 3. gólt te szerezted, mennyire gyakori ez? Hát nem is tudom, már nagyon jó rég szereztem gólt. Hál' Istennek most összejött, különösen úgy nagy öröm, hogy volt egy fogadásom a mesterrel, és így sajnos azt elbukta.
Ez volt a 9. meccs Zsinórban, amit veletlenül vívott meg a csapat, úgyhogy hetet nyertetek két döntetlen mellett. Ugye 7 forduló van még hátra, mennyire téma az NB1 az öltözőben, hiszen feljutó helyen áll a csapat? Szerintem abszolút nem, hétről hétre tesszük a dolgunkat, minden meccsre úgy megyünk, hogy természetesen meg akarjuk nyerni, minél jobb teljesítménye, abszolút nem foglalkozunk vele. Elvesztette pálya előnyét az MTK-t Örök Bálinttal szemben a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a párharc első meccsén a Continental Arénában 67-61-es vereséget szenvedtek ellenfelüktől. Gratulálok az MTK-nak, mert ők jobban akarták ezt a győzelmet, megérdemelték ezt a győzelmet. Sajnos úgy játszottunk, ahogy egész héten edzettünk. A felett csapat úgy gondolta, hogy már vége van a szezonnak, nem tudtuk őket feldobni, nem tudtuk őket motiválni, így játszottunk. Tanulni kell a hibákból, el kell menni Pestre, és ott kell nyerni. Lehet, hogy benne volt még most is a játékosokban az az oroszlány ellen hosszabbításban elvesztett meccs, hiszen talán azon a meccsen volt a legtöbb néző, nagyon jó hangulat volt, és egy hajszállal, de kikapott a csapat. Lehet, hogy benne volt az is, de ez már több mint egy hete volt, lehet, ezt már ki kellett volna pihenni. Én úgy gondolom, hogy motiválatlanul, tűzvékül játszottunk, így nem lehet hazai pályán játszani. Május 16-án lesz a második mérkőzés, fel lehet addig pörgetni, rázni a srácokat? Persze, nyilván úgy fogunk elmenni Budapestre, hogy gyerni akarunk, addig még sok minden történik, ugye junior döntő van, akkor úszas döntő van, bepróbáljuk fiúkat felrázni, és mindenképpen nyerni akarunk. Inkább küzdelmes, mint látványos mérkőzésen vette az MTK-t Örök Bálint a Nyíregyháza pálya előnyét, mivel sikerült felülmúlni a hazaiakat. Úgy éreztem végig a mérkőzés folyamán, hogy mi jobban akarjuk ezt az ötödik helyért való keresztjátékba való bejutást. Ugyanakkor rámentünk a Nyíregyházának a gyengéjére. Elemeztem az OSA elleni párharcokat, és azt vettem észre, hogy gyengébben dobnak kívülről, mint inkább, hogyha hagytuk volna Búsivának a 2-2 zicsereit, vagy a Gentnek a belső kosarait. Ezt egy zónával sikerült kiküszöbölnünk, külső dobásra kényszerítettük őket. Ez most szerencsére nem működött nekik. Lehet, hogy egy nézői szempontból egy gyengébb minőségű mérkőzés volt, de számomra edzői szempontból szakmailag kifogástalanul végezték el a srácok, amit szerettem volna. Ezzel ugye elvette a pályelőnyt az MTK, de hát alig ha lehet azt mondani, hogy eldőlt volna a párharc. Én azt gondolom, hogy az idei NB1B csoportban a rájátszásban 8 nagyon erős csapat jutott be. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ebben a 8 csapatban vagyunk benne mi is. Szeretnénk itt az 5. és a 8. helyezések közül a legjobb helyezéssel befejezni a bajnokságot. Szokatlanul hogy sok időt telik majd el a két mérkőzés között, hiszen a nyíregyháziaknak ezen a hétvégén junior bajnoki döntő, aztán nektek úszas bajnoki döntő. Mennyire lehet tűzben tartani a játékosokat? Ez egy szép feladat lesz. Talán nekem annyival több a szerencsém, hogy az U20 országos döntőn a felnőtt csapatnak a majd, hogy nem 70-80%-a érintett lesz, tehát készülünk az országos döntőre plusz az országos döntő, úgyhogy egy szép feladat lesz. Sok sikert kívánok ez Siska János kollégámnak, megpróbáljuk megoldani. Kintről úgy tűnt, hogy a játék szépségeért inkább a küzdelem, a harc dominált a pályán belül. Milyen volt a mérkőzés? Az elején egyáltalán nem találtunk a gyűrűbe, támadásban nem találtuk magunkat. Védekezésben sem megbeszéltet nyújtottuk sajnos. A negyedik negyedbe akartunk kaparni, ott változtunk, de ez kevés volt, utána már csak futottunk az eredmény után. Idegenbe tud nyerni ez a csapat, úgyhogy vissza lehet szerezni a pálya előnyt. Miben kell javulni az, hogy Török Bálinton nyerni tudjon a csapat? Igazából a játékban nyugodtabban játszunk, mert nagyon sok volt az eladott labdánk, a labdánk kapkodtunk. A befejezések se olyanok voltak, ugye egy kicsit le kell nyugodni, és védekezésben pedig keményebben kell fellépni ennyi. Sportmúzeum nyílt Tiszavasváriban. Az elmúlt hétvégén a városban rendezték a Magyar Olimpiai Akadémia 68. országos vándorgyűlését, aminek keretében avatták fel a sportmúzeumot. Az Olimpiai Akadémia már több mint negyed százada működik Magyarországon. 1985-ben alakult és jött létre. Alapvető célja és feladata, mint minden nemzeti olimpiai akadémiának, az olimpizmus eszmének a terjesztése, az olimpiai mozgalom történetének népszerűsítése, illetve magának a sportnak. És én azt gondolom, hogy ennek nagyon megfelel ez a Magyar Olimpiai Akadémia. És arra gondolunk, hogy immáron 68. vándorgyűlését tartja, ami azt jelenti, hogy évente általában kettő vagy van, amikor három vándorgyűlésre sor kerül az ország különböző településein, ahol a magyar olimpiai múltról, a magyar sportról, a lehetőségekről, a jövőről esik szó, és gyakorlatilag én úgy vettem észre, hogy általában azok a települések, amelyek befogadják és magukhoz vonzák ezt az akadémiát,
azok a legtöbb esetben maguk is elkötelezettjei a sportnak, vagy ha kevésbé voltak elkötelezettjei, akkor elkötelezettjei válnak, és nem egy esetben megindít egy olyan gondolkodást az adott településen, amik úgy gondolom, hogy az egész magyar sportmozgalomnak, vagy a Kárpát-medencei magyarságnak is meghatározó és fontos és lényeges. A magyar olimpiai mozgalom nagyon gazdag, a magyar olimpiai sportágak nagyon sok eredményt tudhatnak maguk mögött. Tud-e tenni valamit az akadémia azért, hogy ez a jövőben is így legyen? Én azt gondolom, hogy mi nyilvánvaló nem edzéstervekkel és versenyzők kinevelésével tudunk tenni, de arra gondolok, hogy amikor olimpiai bajnokaink, olimpiai helyezettjeink vagy olimpikonjaink vesznek részt ezeken a rendezvényeken, megszervezi az akadémia a nyári olimpiai táborokat, ahol középiskolások vagy általános iskolások vehetnek részt, és ezeken a táborokon megjelennek az olimpikonok, akik az életútjuk bemutatásával példát adhatnak a fölnevekvő nemzedéknek, és beszélhetnek arról, hogy mit jelent és milyen büszkeség töltheti az embert, amikor egy közép-európai kisország sportolójaként mondjuk egy olimpiai bajnokságon, vagy olimpiai játékokon, legyen az nyári vagy téli bármi, ugye inkább a nyári játékokon jeleskedünk, vagy egyszerűen csak egy másik világversenyen, világbajnokságon, Európa-bajnokságon fölállhat a dobogóra, vagy ne adj Isten a dobogó első helyére, ahol eljátsszák a himnuszt és fölhúzzák a nemzeti lobogót, ennél úgy gondolom, hogy nagyobb büszkeség és nagyobb megtiszteltetés nem érhet egy sportolót, és azt gondolom, hogy ezek azok a pillanatok, amikor egy nemzet képes azonosulni velük, illetve ők azonosulnak egy nemzettel, félretesznek minden mást. És ezek a gondolatok átmennek és átütnek a fiatalokon, pontosabban átütnek egy olyan falat, amelyet esetleg mesterségesen húznak föl közéjük, akkor azt hiszem óriási dolog. És én úgy gondolom, hogy amikor közöttünk volt Varga János, aki eljött, vagy adott esetben itt van Tiszavasváriban Gedő György, vagy máshol Rejtő Ildikó, és lehetne sorolni a neveket, olimpiai bajnokok vagy helyezettek, és beszélnek arról, hogy micsoda élmény volt 1956-ban, 64-ben, 72-ben, vagy akár most Rióban a versenyeken részt venni és egy nemzetet képviselni, akkor azt gondolom, hogy ezzel lehet a legtöbbet tenni azért, hogy a magyar sportmozgalom megkapja azt az erkölcsi és reményeink szerint anyagi támogatást, ami nélkül manapság a 21. században nagy sikereket nem lehet elérni, de azok az elvek, amelyeket egykoron fogalmaztak meg, a kitartás, az erő, az odafigyelés és a nemzetért való aggódás és elkötelezettség, az napjainkban is meghatározó kell, hogy legyen. Polgármester, hogyan került Tiszavasvárba a Magyar Olimpiai Akadémia vándorgyűlése? Ez egy nagyon szép és én azt gondolom, hogy rendkívül sikeres történet. Jó néhány évvel ezelőtt döntötték el tiszavasvári sportbarátok, tiszavasvári olimpia rajongók, hogy elsődlegesen egy tiszavasvári olimpiai baráti kör egyesületet alakítanak meg, és hát olyan jól sikerült ennek az egyesületnek a megalakítása, és mertek olyan nagyot álmodni, hogy a tavalyi évben elsődlegesen Tiszavasvári adott otthont a Magyar Olimpiai Akadémia kihelyezett elnökség ülésének, amely kapcsán számos olimpiai bajnok, világbajnok és Európa bajnok sportoló látogatott el a kis településünkre, és ez adta az apropóját annak, hogy talán a jövőben, a későbbiekben Tiszavasváriban kerülhetne megrendezésre a Magyar Olimpiai Akadémia egyik kihelyezett vándorgyűlése. És én azt gondolom, hogy talán megkockáztatom, hogy jó házigazdák voltunk, és örömmel látogattak vissza az olimpikonok. És aztán történt a elnökség részéről, a vezetőség részéről egy olyan megtisztelő döntés, hogy a 68. vándorgyűlésnek a helyszínéül házigazdaként Tiszavasvári szolgálhat. Plusz megnyílt most egy sportmúzeum, ami az elmúlt jó néhány évtized relikviáit mutatja be. Mit tesz majd ez hozzá a város kulturális életéhez? Eddig ugye Tiszavasvárival kapcsolatban mindenkinek talán a Vasvári Pál Múzeum ugorhatott be, hiszen településünk névadója az 1848-as, 49-es szabadságharcos Vasvári Pál. Viszont itt ebben a kis térségben is vannak olyan sportbarátok, vannak olyan sportszerető hölgyek és urak, akik fontosnak tartották azt, hogy a tiszavasvári sportsikereket, amelyek lehet, hogy egy kicsit mérsékeltebbek, de mutassuk be a jövő generációjának. És hát az adta még a másik apropóját, hogy van viszont egy olyan sportág, amelyben világhírrel rendelkezik Tiszavasvári, ez a szektorlabda, vagy köznyelven, hétköznapi nyelven szólva a gombfoci, több évtizedes hagyományokra és múltra tekint vissza a szektorlabda sikerei Tiszavasváriban. Világbajnokságot is nyertünk, világbajnokot is adott Tiszavasvári a szektorlabda sportágban, és én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan egyéb büszkeség van, egyéb olyan sportdicsőség van,
amelyet méltónak találtunk arra, hogy megörökítsük, és egy sportmúzeum keretein belül kiállítsuk azokat, és az utókor számára megtekinthetővé tegyük. Mikor és milyen apropóból fogalmazódott meg a gondolat, hogy Tiszavasváriban nyissanak egy sportmúzeumot? 2015 tavaszán fogalmazódott meg a gondolat az elnök úrban, Gazdag Józsefben, hogy a sportszerető barátai körében elsősorban összehívott bennünket egy ilyen megbeszélés, egy barát összejött erre, és akkor vetette fel a gondolatot, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha egy ilyen sportmúzeumot és egy olimpiai baráti kört kialakítanánk Tiszavasváriban. Hány évtizedet ölel fel ez a kiállítás, és mennyire volt nehéz összeszedni a relikviákat? Az 1910-es évektől kezdődően vannak relikviáink, mind a mai napig, tehát a mostani legfrissebb relikviánk az a Tiszavasvári labdarúgó csapatnak a megye 1-es bajnokságban elért legsportszerűbb csapat díjat 2015-ös évből. Elég nehéz volt elsőre, ugye Józsibának a baráti körében voltak azok a személyek, a sportszerető személyek, és az olimpiai kör tagjai voltak azok, akik a fotókat, relikviákat, ereklyéket beadták, és utána az egész városban gyakorlatilag egy ilyen kutató munka vette kezdetét. Igazából házról házra járva, akiről tudtuk, hogy valamilyen köze van a sporthoz, vagy a sport szeretetéhez, őket kerestük meg, és innen fonódott, gyakorlatilag fodrozódott tovább a történet, és gyűjtöttük össze ezeket az anyagokat, amik most a múzeumban meglátogathatóak. Hány sportágat érint ez a kiállítás, hány sportág relikviái láthatók? 10 sportágnak relikviái láthatók. A népszerű ugye a leginkább a labdarúgás és a kézlabda városunkban is, amiből a legtöbb van, valamint van a karate, a birkózás, súlyemelés, a szektorlabda és a sakk és a sporthorgászat, amely relikviák megtalálhatóak a múzeumban. Bár elég zsúfoltak a tálók, de azért gondolom nem zárkóznak el akkor, ha valaki megkeresi önöket azzal, hogy valamit szeretne felajánlani a múzeum számára. Nem, természetesen nagyon örülünk, ugye a feladatunk között van, hogy ezeket a relikviákat gyűjtsük, megfelelően tároljuk, és hogyha valaki ezt felajánlja nekünk, akkor mi ezt nagy szeretettel fogadjuk, és mindenképpen megpróbálunk olyan helyet találni neki a gyűjteményben, ahol méltó helyet kaphat, és mindenki láthatja. Két ezüstérmet szerzett a debreceni felnőtt országos úszóbajnokságon Szuzsovcsák Ivett. A nyíregyházi versenyző az 50 és a 100 méteres mellúszás döntője után állhatott fel a dobogó második fokára, míg 200 méter mellén a 7. helyen végzett Urbin Tamás tanítványa. Mind a 3 számban egyéni csúcsot úszott, és 100-an és 50-en is azt mondom, hogy igen jól megjavított az egyéniét. Azt mondom, most a lehető legtöbbet megtettünk, amit ki tudtunk hozni ebből a helyzetből. Viszont az 50 méter, aminek a rajtján még lehet csiszolni, szerintem ott vannak az elbújt tizedek. Mekkora esélye van arra, hogy ott legyen majd a budapesti felnőtt világbajnokságon? Az 50 métert fogjuk megcélozni, hogy azon próbálunk szintet úszni, illetve a legeredményesebb B-szintesnek lenni, hiszen azon már B-szintünk megvan a VB-re. Hát hosszú Katinkával kell felvenni a versenyt, mert a jelenállás szerint ugye Katinkát nevezte a szövetség 50 méteren, vagy a Katinka csapattag 50 méteren, 100 méteren a Stankovicson, illetve 200-on a Sebestyén Dalma. Milyen versenyek várnak még a nyáron a nyíregyházi úszókra? Május végével menjünk a ifjúsági magyar bajnokságra. Ugye a magyar bajnokságok sora most fog indulni nyáron, Hódmezővásárhelyre. Utána rögtön lesz a kvalifikációs verseny, amivel Ivetnek, hát azt mondom, talán az utolsó esély, hogy jól szerepeljünk. Ez a Budapest Open, a Budapest kvalifikációs verseny, ami már az új Dagály úszodában lesz. Milyen formában, milyen célokkal utaztál a debreceni országos bajnokságra? Nagyon jó formában éreztem magamat, előtte a hetekkel volt sajnos egy belső combsérülésem, ezért előtte egy-két héttel nem tudtam úszni Debrecenben egy 100 méteres mellen, de nagyon jó formában voltam, ezért úgy mentem el a felnőtt bajnokságra, hogy itt bármi megtörténhet, úgyhogy vártam nagyon. Hogyan élted meg a két számot, az 50 és a 100 métert? Nagyon nagy élmény volt, már csak azért is, mert az előfutamok után láttam, hogy milyen mezőny van a döntőben, nagyon erős mezőny volt, 100-an is és 50-en is. És ahogy ott úsztam, és láttam, hogy milyen sokan vannak a lelátón, és szurkolnak nekem is, és illetve az ellenfeleimnek, ez egy hatalmas öröm volt számomra.
Melyik ezüstérem a kedvesebb, ha lehet egyáltalán különbséget tenni? Nem tudok különbséget tenni a kettő között, talán annyiból a 100, mert mivel 50-en 2012 óta minden évben dobogóra sikerült állnom, ezért a 100-ra már nagyon vártam, és most jelenleg inkább az, de az 50 pedig nagyon örülök, hogy sikerült megismételnem a tavalyi eredményemet. Hatházi Dóra egy hosszabb sérülés és kihagyás után állt rajtkőre a Debrecen Országos Bajnokságon. Hány számban indult, és mennyire vagy elégedett a szereplésével? Dóri 4 számban indult, a 3 pillangó számban és egy gyorsúszó számban. Ahhoz képest, hogy kb. Csak 4 hete edz könnyebben, kiválóan teljesített, bejutott a B-döntőkbe, mind a 3 pillangó számba, ugyanakkor még messze vagyunk a tavalyi formájától. Hatházi Dóra tagja, ugye a győri Európai Ifjúságolimpiai Fesztiválon induló magyar válogatott keretnek, utolérheti-e magát a versenyig? Én úgy gondolom, igen, annál is inkább, mert éppen tegnap kapott meghívást Dóri az ORV verseny, az Olimpia Reménység verseny, ami Pozsonyban lesz most május közepén, tehát számítanak rá, benne van a válogatottba, és júniusban lesz a serdülő bajnokság, ami után fogják kihirdetni az végleges csapatot. Én remélem, hogy benne lesz. Hivatalosan is bemutatták a sajtó képviselőinek Dajka Lászlót, a Nyíregyháza Spartakusz új vezetőedzőjét. A szakember az elmúlt héten csütörtökön vette át az együttest, amely vasárnap 1-0-ra győzött Soroksáron. Nagyon fontos tényező volt az is, hogy szapolcsi kötődésű a Laci. Számomra nagyon szimpatikus volt az, hogy nem a kifogásokat kereste, hanem gyakorlatilag a feladat megoldására koncentrált, és a közis mindenki által köztudott nehéz sorsolásunk sem rettentette meg ettől a feladat elvállalásától. Én azt gondolom, hogy ismerve a Laci eddigi munkásságát, pedagógiai érzékét, én szerintem remélhetőleg jó döntést hoztunk. A belépő jó volt, ugye nyert a csapat 1-0-ra Soroksáron. Mi az elvárás a hátralévő hétfordulóra? Az elvárás az, ami egyébként eddig is volt, hogy lehető legtöbb pontot begyűjteni. Az, hogy ez mire lesz elég, majd a végelszámolásnál ezt majd meg fogjuk látni. Te is viszonylag nemrég kerültél a klubhoz, gondolom még ismerkedsz a körülményekkel, de hát a felkérdések szerint egy hosszú távú koncepciót építettek fel, lehet-e már elmondani valamit? Nyilván mindent a maga idejébe szeretnénk majd kommunikálni. Tényleg nem régen kerültem ide, megmondom össze, nagyon jól érzem magam itt, láttam azt, hogy nagyon sok feladat van, de szeretnénk ezeknek a kihívásoknak megfelelni, és tényleg, ahogy említetted is, egy hosszú távú koncepciót felállítani a klub életében, amire lehetőleg el fogjuk érni az álmainkat előbb-utóbb. Az elmúlt hét végé óta Dajka Lászlónak hívják a Nyíregyháza Spartakus vezetőedzőjét. Mennyire ért váratlanul a megkeresés? A megkeresés váratlanul ért, de mivel idősen volt azon, hogy ezen gondolkozunk, meg én úgy vagyok vele, hogy szabolcsi gyerek révén nem igazán kérdés az, hogy ha szabad vagyok és nem dolgozok sehol, akkor ne próbáljak meg segíteni. Én úgy gondolom, hogy szakmailag képes vagyok segíteni a csapatnak, és természetesen ez 24 alatt, 48 alatt eldőlt, hogy jövök és csináljuk közösen. Mennyire nehéz átvenni a bajnokság vége felé egy eléggé negatív spirálban lévő csapatot? Nehéz. Nem egyszerű, de gondolom őszintén, hogy ez a két nap pedagógiával és pszichológiával telt el, beszélgetni játékosokkal külön, tehát egyénileg a csapattal, és ez mellett próbálni két nap alatt egy olyan dolgot begyakorolni, amit esetleg képesek megvalósítani, amihez különben hetek kellenek. És azt kell, hogy mondjam, hogy hál' Istennek nem úgy, ahogy én elképzelném, természetesen a későbbiekben, de sok mindent visszakaptam a csapattól, és a szervezettségünknek és az egységünknek köszönhetjük a 3 pontot. Az egy dolog, hogy én mit szeretnék látni, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk elérni. De egy biztos, hogy a szurkolóknak is ígérhetjük a szurkolóknak, hogy mindent el fogunk követni, hogy a lehető legjobban szerepeljünk, mert nekünk most nagyon fontos pontokra van szükségünk, viszont azt is el kell, hogy mondjam, hogy a papíron könnyebb mérkőzéseket elrontott a csapat, most a papíron nehezebb mérkőzések jönnek, de mi ezzel nem szabad, hogy foglalkozunk. Mindig a következő meccsre fogunk koncentrálni, és a lehető legjobban szeretnénk ebből kijönni, hogy ez az év nyugodtan záródjon, és nem akarok semmiféle pozíciót vagy bármit mondani, hogy hol szeretnék én végezni. Nyugodtan záródjon ez az év, és onnantól kezdve nyugodtan lehessen építeni a jövőt. Kik a segítőid? Jelen pillanatban még ez kérdőjelek, tehát egy-két napon belül megoldódnak ezek is. Jelen pillanatban egyedül csinálom, és mindig van, aki segítsen, azért itt azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki oda teszi magát. Kialakul egy stáb is, bár nem könnyű a helyzetem, mert én úgy gondolom, hogy
az, amit megbeszéltünk, hogy én nyár végéig segítem a csapatot, de előfordulhat, hogy tovább is maradok, lehet, hogy nem ugyanebbe a pozícióba, de ebben nem szeretnék belemenni, inkább azt akartam ezzel kifejezni, hogy a kollégáimat és bárhonnan megmozgatni így nem egyszerű, de én úgy gondolom, hogy a helyiek közül én rövidesen választani fogok egy segítőt. Rászfel magad elnevezéssel 6. alkalommal tartott a sportnapot Újfehértón. Az egész napos rendezvényen közel 1000-en mérték össze tudásukat a hagyományos és a tréfás versenyszámokban. 6 évvel ezelőtt, mikor kitaláltuk ezt a programot, az volt a célunk, hogy azokat az általános iskolákat, amik itt Újfehértón jelen vannak, valamilyen módon összekovácsoljuk tét nélkül. Ez volt a célja ennek a sportrendezvénynek, ami hál' Istennek most már a 6. évfordulóját éli meg, és ez köszönhető annak, hogy sikerült egy olyan összefogást létrehoznunk mind a H2O részéről, mind az általános iskolások részéről, hogy szeretettel jönnek el ide hozzánk, és szívesen vesznek részt ezen a sporteseményen. A városi rendezvények között is szép helyet vívott ki magának, ez az egyik leglátogatottabb program. Milyen számok mutatják ezt, körülbelül hány embert mozgat meg, és mi okozza azt, hogy ez az egyik legnépszerűbb városi rendezvény? Magán a délelőtti sorversenyen, ahol ugye alsósok és felsősök szerepelnek, körülbelül 100 diákot mozgatunk meg, és természetesen hozzák magukkal a szurkolótábort, amit szerintem hallottatok is. Egy olyan 300-400 főt megmozgatunk a délelőtt folyamán, illetve a délután folyamán az úszóversennyel, a felnőtt sorversennyel, a különböző programokkal még legalább ugyanennyit tudunk megmozgatni, és legalább ennyien jönnek el szurkolni. Ma van egy kuriózum a programok között, amelyre még nem volt példa itt Újfehértón. Mi lesz az? A buborék foci. Nagyon kíváncsi vagyok rá, és szeretném is kipróbálni, de majd csak titokban, hogyha a többiek már nem fogják látni. Ez egy teljesen újfajta élmény lesz még nekünk is, nem tudjuk, hogy fognak benne mozogni rendesen, de hát szerintem ettől lesz olyan látványos és izgalmas az egész. Milyen versenyszámokban, milyen feladatokban ügyeskedhettek ma azok, akik ellátogattak a délelőtti versenyekre? Különböző gyakorlatok, sor és váltó versenyek vannak a gyerekeknek, ebben benne van támaszgyakorlatok, labdavezetés, mozgáskoordinációs gyakorlatok. Milyen az erőnlét, mit tapasztaltál? A felsősöknél már azért oda kellett figyelni, olyan erővel csinálták a gyakorlatokat, hogy már én sem mernék beállni közéjük. Az alsósok ugyebár nagy a szórás, mert elsősök is vannak, illetve negyedikesek is vannak. Ott az oda kellett figyelni a gyakorlatokat, hogy milyen gyakorlatot válaszunk, hogy nekik ne legyen olyan nehéz egy elsős gyereknek. Mióta mindennapos testnevelés van, azóta jobban terhelhetők a gyerekek? Látszik egyébként a fejlődés a mai generáción? Én, mint volt testnevelő, azt mondom, hogy nagyon jó ez a mindennapos testnevelés, ott, ahol ezt ki tudják használni. Hál' Istennek Újfehért olyan lehetőségek vannak, hogy a tanterve be van építve az úszás, tehát aki Újfehértón elvégzi a 8 általános iskolát, az megtanul úszni. Itt van az úszodánk, illetve a környékbeli településekről is vannak, például most, hogyha bemennénk, akkor a Bökönyi általános iskola van nálunk most úszásoktatáson, illetve a Csarnokban az Oltalom iskolának ugyebár nincs még tornaterme, és ő a délelőttöket itt használja ki, mint testnevelés óra keretében. És ha már itt beszélgetünk, az Újfehértói Szabadidőközpont csarnokában, akkor elengedhetetlen a kérdés, mennyire foglalta már el Újfehértó sportéletében a szerepét ez a létesítmény, kihasznált-e, népszerű-e? Egyre jobban, ez nagy örömet okoz nekünk, de van még hova fejlődünk, különösen a nyári hónapok, tehát május, június, július, ami nekünk kritikus, ugyebár kintről behívni embereket, de a téli hónap decembertől márciusig, majdhogynem úgy mondom, hogy fullon ment a csarnokunk, a téglási kézilabda csapat itt tartja a mérkőzéseit, illetve a nyíregyházi futszár MB2-es női csapat a bajnoki mérkőzéseit, illetve a helyi újfehértói csapat a futszár mérkőzéseit, illetve a helyi fiatalok szinte órára adják egymásnak a csarnokot. Mi az, ami a legnépszerűbb, hiszen itt mást is lehet csinálni, bowlingozni, edzeni, úszni, mi az, amire a legnagyobb az igény? Nagyon nagy kihasználtsága van a konditermünknek, nagy örömünkre, illetve Debrecenből, Nyíregyházáról a fallabda óriási sikert arat. A bowling az inkább ilyen családi kötődés, tartanak gyerek zsúrokat, vagy névnapi, születésnapi bulikat, és akkor annak a keretében használják ki a bowlingot. Ennyi fért a sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!